Figyelem, figyelem! Érdekes programajánló következik. Kedves nézőink, szeretettel invitáljuk Önöket az Operaház Eiffel műhelyházába egy igazi családi programra. A műsor címe János Vitézke. Én azt hiszem, hogy minél hamarabb szerettetjük meg, ismertetjük meg a gyerekekkel a zenét, annál jobb fogyasztói lesznek majd a későbbi zeneirodalomnak, az opera világának, és erre ez most egy kiváló kezdeményezés, ez már nem is az első előadás, most március 20-ára várjuk Önöket. Az Operaház interaktív gyermekelőadását Petőfi Sándor és Kacsó Pongrácz János Vitéz című műveiből ötvözte össze Andrássy Frigyes író, zeneszerző, aki egyben a francia királyt is játssza az előadáson. János Vitéz Iluska, a francia királylány, a huszárok vezére szerepében a Magyar Állami Operaház gyermekkarának szólistáit láthatják. A Nyáj, a huszárok, óriások, tündérek szerepében a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékeit. Zongorán kísér Andrássy Krisztina. A bátrabb nézőgyerekek egészen közelről a színpadon található párnákon ülve vehetnek részt az előadáson. A novemberben bemutatott nagy sikerű előadást az Operaház minden hónapban játssza, a legközelebbi előadás március 20-án szombaton 11 órakor lesz. A helyszín Eiffel Műhelyház, Bánffy Miklós terem. További információt az Operaház honlapján kaphatnak, avagy személyesen az Operaház szervezési osztályán és az Erkel Színház jegypénztáraiban. Tehát még egyszer, március 20-án János Vitézke igazi családi program.